Fényes nappal a nyílt utcán verte félholtra áldozatát a mindössze 23 éves váraljai férfi. Azért támadt rá, mert szerinte az áldozat korábban összeveszett az apjával. Mindkét arccsontját eltörte, ezután az addigra már eszméletlen férfi hátraesett, aminek következtében eltörött a koponyája, az agyában pedig bevérzések keletkeztek. Az ájult férfit ekkor megpróbálta a támadó fellocsolni, de nem tért magához. Az élettelen testet a saját szülei házához vonszolta, ahol egyszerűen lefektette a földre. Nem sokkal később újra megpróbálta fellocsolni, de a férfi csak hörgött és kapálózott. Még mindig nem tért magához. Több mint másfél órával az ájulás után végül a 23 éves férfi egyszerűen rátámasztotta az ájult áldozatot egy kerítésre. Végül egy járókelő hívott rendőrt. A kegyetlen fiatal férfit a rendőrök még aznap elfogták, azóta börtönben van. Ítéletet még nem kapott, de most már biztos, hogy az első fok végéig nem engedik ki a rácsok mögül. Bűncselekmény olyan erőszakos jellegű, amely indokoltá teszi a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek a fenntartását. Különös oka a letartóztatásnak az, hogy a férfi korábban már volt büntetve, hasonló személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt, és ez mégsem tartotta vissza attól, hogy újabb hasonló jellegű bűncselekményt kövessen el. A bíró szerint az sem kizárt, hogyha a férfit kiengednék, újra bántalmazná a korábban félholtra vert áldozatát. Az ügyben egyébként a támadó szülei is vádlottak lettek, mert nem nyújtottak segítséget az életveszélyes sérüléseket szenvedett áldozatnak.